Sziasztok! Ez itt az érettségi.com újabb videója. Ma az 1920-30-as évek magyarországi társadalmát fogom számotokra bemutatni. Vágjunk is bele! A magyar társadalom modernizációja a dualizmus idején felgyorsult az ipari fejlődésnek köszönhetően. Megerősödött a polgárság, az értelmiség és a munkásság, viszont még a földbirtokosi és paraszti réteg is fontos részét képezte a társadalomnak. Ezt torlódó társadalomnak szokták nevezni, de a kettős társadalom fogalom helytálló kifejezés. A Horthy korszakban ez a modernizáció folytatódott, aminek köszönhetően az agrártársadalom folyamatosan veszítette el a befolyását. A politikai társadalom történettel foglalkozók szerint minél több választóvonal található meg egy társadalmon belül, annál labilisabb az adott rendszer. A sok választóvonal feszültséghez vezet, ami konfliktusokat generál, ez pedig polgárháborúhoz vagy akár diktatúrához is vezethet. Ezeket a folyamatokat a Horthy korszak kormányváltásaival is össze lehet kapcsolni. A korszak fő választóvonalait öt nagy kategóriába lehet sorolni. Az első a szegények és a gazdagok közötti különbség. A második a felekezeti, vallási különbség, például a katolikusok és a protestánsok között, valamint a zsidók és a keresztények között. A harmadik a Trianon után leszakadt területek magyarsága és az anyaországban maradt magyarok közötti konfliktusok. A negyedik választóvonal regionális különbségekből adódott, főként Budapest és a vidék esetében. Az utolsó pedig egy nemzedék problémát foglal magában, ami pontosabban generációs konfliktusokat jelent az idősebb és a fiatalabb társadalom között. A modernizáció hatására sem változott a tény, hiszen a társadalom hierarchikusan tagolódott. A tetején állt az elit. A korszakban az elitet három fő csoportra lehetett osztani. Még létezett a korábban kialakult arisztokrata társadalmi forma. Tagolódásuk négy csoportra osztható, a főhercegekre, akik a Habsburg család tagjai voltak, a hercegekre, a grófokra és a bárókra. Trianon követően a nagybirtokrendszerben történt változás miatt veszítettek a befolyásukból, viszont még mindig kiemelkedő volt a politikai befolyásuk. Csupán néhány száz család tartozott ebbe a kategóriába, ezért jellemzően elzárkóztak a többi társadalmi csoporttól. Megjelent az elit egy új formája, a gazdasági elit, vagy más néven nagytőkések. Ebbe a kategóriába is néhány száz család tartozott bele. Hogy a nevükből is kikövetkeztethető, a gazdaságban elfoglalt fontos szerepük miatt kerülnek be az elit társadalomba. Sok volt közöttük a német és zsidó származású család. Legismertebb a Csepeli Weiss, Hatvani Deutsch, valamint a Dreher, Kornfeld, Richter család. A harmadik kategória igazából az első kettőből is foglalt magában személyeket. Azért említettem meg külön, hiszen a politikai elit vezette ebben a korban is az országot, nagyon nagy volt a befolyásuk. Viszont a korábbi évekhez képest változások mentek végbe, hiszen Trianon követően az arisztokrácia vesztett befolyásából, és új képviselő réteg jelent meg a politikában. Ezt hívták modern képviselőnek, hiszen nem örökölte a politikai szerepét, hanem megszerezte azt, és ez nyújtott számára megélhetést. A középosztályt is három nagy csoportra lehet osztani. Az úri középosztály nagy létszámot foglalt magában. Ide tartoztak a középbirtokosok, akik 200-1000 holnyi földdel rendelkeztek. Általában minisztériumi, hivatali munkát végeztek, vagy a tábornoki kar tagjai voltak. Alsóbb rétegeiben folyamatosan jelen volt a lecsúszás veszélye. A következő középosztályhoz hasonlóan ők is törekedtek rá, hogy az úri életet fent tudják tartani. A következő csoport a történelmi középosztály. Ide főként gentrik leszármazottjai tartoztak, azok, akik elveszítették a földjéket, és a nemesi származásuk miatt hivatali, értelmiségi munkákat kaptak. Ahogy már említettem, próbálták fenntartani az úri életet, amire sokszor nem volt elegendő a fizetésük. Természetesen itt is jelen volt a lecsúszás veszélye. Az utolsó csoport a polgári középosztály. Számuk a korszakban folyamatosan nőtt. Ide tartoztak a közepes vállalkozók, akik körülbelül 20-100 munkást foglalkoztattak. Ide tartoztak a köztisztviselők és magántisztviselők, valamint az egyéb értelmiségiek, például mérnökök, jogászok, tanárok. A polgárság azon rétegének tagja volt a kispolgárság, melyet a kisiparosok, kiskereskedők, kishivatalnokok és az ezekhez hasonló társadalmi helyzetű személyek alkotnak.
Ilyen hivatalnokok például a postások, rendőrök, csendőrök, kalauzok. Néhány vállalkozó akár középosztálybeli jövedelemmel is rendelkezhetett, ezért szokták a polgári középosztálybe is sorolni ezt a csoportot. Itt is jelen van a lecsúszás veszélye. A népességen belül legnagyobb létszámmal rendelkező társadalmi csoport a parasztság volt. A csoportok között nagyon nagy eltérések voltak birtokállományt, jövedelmet és életkörülményeket tekintve. Emellett fontos befolyásoló tényező volt az is, hogy az adott paraszt milyen településtípuson élt, ezáltal milyen lehetőségei voltak. A parasztságot is három csoportra lehet osztani. A gazdag parasztok 10-100 holnyi földdel rendelkeztek. Gazdaságuk már modernizált volt, többet termeltek, mint amennyire szükségük volt, ezért eladásra is termeltek. Foglalkoztattak munkásokat is. A kisbirtokos parasztság már csak 5-20 holnyi földdel rendelkezett. A kisföldből adódóan a családok már alig tudtak megélni abból, amit termeltek. A megélhetés és az öröklés miatt elterjedt az egykézés, a családok csak egy gyereket vállaltak, fontos volt, hogy az utód fiú legyen. Ez természetesen illegális, veszélyes magzat elhajtásokkal is járt. Az utolsó csoport a törpebirtokosok és az agrárproletariátus csoportja. Ide tartoztak a napszámosok, valamint a cselédség. Sokszor nagyon rossz körülmények között éltek, a földbirtokosok néha úgy bántak velük, mintha nem lennének jogaik. Jellemző volt erre a rétegre a rossz életkörülmény és az éhínség. A fizikai munkát végző dolgozókat soroljuk a munkásság csoportjába. Ebben a társadalmi csoportban is voltak szélsőségek. Ide tartoztak a jól képzett szakmunkások, de az alkalmi munkások is. A munkásság nagy része a városokban élt, ahol több munkalehetőséget találtak. Jellemző volt, hogy nem tudtak egy lakást bérelni, helyette csak ágyat béreltek, és csak aludni jártak haza. Létszámuk folyamatosan nőtt, sokan költöztek vidékről a városokba, munkalehetőség reményében, viszont így a csoport esélye is folyamatosan romlottak. Csökkent a szakmunkások száma, és nőtt a betanított, valamint a segédmunkások száma, ezzel párhuzamosan nőtt a női munkások száma is. Az első világháború következményeként, valamint az USA és Nyugat-Európa befolyása miatt hazánkban is egyre bővült a nők szerepköre gazdaságon belül, valamint egyre többen voltak nyitottak a jogai kiterjesztésével kapcsolatban. Például Horthy Miklós is folyamatosan kiterjesztette a választójogot a nőkre is. A legnépszerűbb munkakörök, ahol lehetőséget kaptak, az adminisztráció, a könnyűipar és az oktatás is egyéb értelmiségi munkák voltak. A nők munkába állása, az egzisztencia megteremtésének lehetősége és a továbbtanulás lehetősége megváltoztatta az addig fennálló demográfiai folyamatokat. Már nem a gyerekvállalás és a háztartás vezetése volt a nők legfőbb vágya és feladata, ezzel csökkent a született gyermekek száma. A korszakban fontos megfigyelni az életmódváltás jelenségét is. A modernizáció és az ipari forradalmat követő találmányok lassan elérték Kelet-Európa országait is. Javult az orvosi ellátás, bővült azok száma, akik szociális juttatásokban részesültek. Már a nagyobb településeken is megjelent a villany, valamint a rádió. Növekedett a szabadidő, ami a sport és a szórakozás tömegessé válásához vezetett. Szórakozásnak számított a mozi, a túrázás a hegyekben, vagy a balatoni nyaralás. Sportok közül már akkor is a labdarúgás volt az egyik legnépszerűbb, de ebben az időszakban épült meg több uszoda is. Ebben az időben a középosztály, a kispolgárság és a szakmunkások számára nyílt meg egyre több lehetőség, viszont a szegényebb munkásság és az agrártársadalom nagy része semmit sem érzékelt ezekből a változásokból. A falvak és a városok között még mindig nagy volt a különbség, egyes térségek leszakadása még fokozódott is. Már ebben az időben is érzékelhető volt a fejlettebb Nyugat-Magyarország és az elmaradottabb keleti térségek ellentéte. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel a csatornára, hogy ne maradjatok le a legújabb tartalmakról. Köszönöm a figyelmet!